Milyen találkozás az, amelyik nem elrendelt találkozás? Milyen az a találkozás, amelyik nem elrendelt, amelyik nincs elrendelve? Hát el nem rendelt találkozás, nem? Az elrendeltnek az ellentéte az, hogy el nem rendelt. Vagy pedig rendetlen, vagy pedig rendtelen. Próbálj meg elképzelni egy puzzle-t. Nem hiába engedte meg a mindenható Isten, hogy legyen ilyen kirakós játék, puzzle, hogy az ember megértse a lényeget, az életnek a lényegét. Amikor a puzzle-t ki akarjuk rakni, akkor hát első ránézésre nem tudjuk, hogy minek hol van a helye. Kell hozzá türelem, végtelen sok türelem, és hát kell hozzá lelkesedés is, kell hozzá hit és reménység. Amikor valaki megveszi a puzzle-t, az tudja, hogy elhiszi azt a gyártónak, hogy a puzzle az kirakható. Tehát lehetséges kirakni azt a képet, amit látsz a borítón. Ez a hit. Amúgy nem biztos, tehát megtörténhet az, hogy a gyártó átveri a vásárlót. Nem mintha az neki érdeke lenne, de nem biztos, hogy olyan puzzle-t vásároltam, aminek minden darabkájának megvan a helye. Tehát lehet úgy is, hogy hibás darabok kerülnek a puzzle-be, vagy pedig nem odaillő darabok kerülnek a puzzle-be, amelyeket semmiképp nem lehet majd beilleszteni. És az ember sok időt eltölt majd a kirakásával, és akkor sem fog sikerülni, és nem adja meg neki a sikerélményt és az örömet. Viszont amikor az ember puzzle-t vásárol, akkor ő nem is feltételezi azt, hogy a puzzle nem kirakható. A kérdés az, hogyha egy teljesen ateista ember puzzle-t vásárol az ő gyermekének, és nem feltételezi, hogy a puzzle nem kirakható, akkor én, aki Isten gyermekének mondom magamat, és azt mondom, hogy Isten engemet megmentett, és elhívott erre az útra. Miért feltételezem azt, hogy az a puzzle, amit a mindenható Isten elképzelt, nem kirakható? Vagy te, aki ezt hallod, mersz-e szembesülni azzal, hogy a hitetlenség az, amikor azt feltételezzük, hogy Istennek a terve nem tökéletes? Hogy a puzzle, amit ő elképzelt, nem kirakható? Nagyon sok ember ebben a hitetlenségben van, úgyhogy ő hívőnek gondolja magát. Ahogy mondta Richard Wurmbrand, vannak olyan hívők is, akik azt hiszik, hogy hisznek. Ők is hívők, mert azt hiszik, hogy hisznek, de közben nem hisznek. Ismerős a helyzet. Valaha feltételezted azt, hogy a puzzle, Istennek a puzzle-je nem kirakható. És a kérdés az, hogyha azt feltételezted, hogy Istennek a puzzle-je nem kirakható, az ő terve nem tökéletes, akkor miért feltételezted azt? A válasz a kérdése pedig az, magamról beszélek, hogy azért feltételeztem, hogy Istennek a puzzle-je nem kirakható, mert én nem azt csináltam, amit ő mondott, hanem azt csináltam, amit emberek mondtak, vagy amit én gondolt. Én gondoltam. Az én gondolt. És hát azt tapasztaltam, hogy nem mentek jól a dolgok. Tehát fizikailag megtapasztaltam, hogy a dolgok nem voltak rendben. Nem mentek jól a dolgok. És ebből azt a következtetést vontam le, hogy Istennek a puzzle-je nem tökéletes. A mindenható Isten puzzle-je nem tökéletes. Nem azt a következtetést vontam le, hogy én hibát követtem el, hogy én elvétettem a célt, vagy bűnt követtem el. Nem ezt a konklúziót vontam le, hanem azt a konklúziót vontam le, hogy Istennek a puzzle-je nem tökéletes. Az ő terve nem tökéletes. Így tehát nem magamat vádoltam meg jogosan, hogy bűnt követtem el, mert emberekre hallgattam, a saját értelmemre hallgattam, vagy a saját erőmben bíztam, Isten ereje helyett, az ő bölcsessége helyett, az ő szava helyett, hanem magát, a mindenható Istent vádoltam meg, hogy a puzzle nem kirakható. És persze nem kirakható. Az a puzzle, amit én elképzeltem, az nem kirakható. Mi történik egy találkozáskor? Egy rendes találkozáskor. Hangsúlyozom, emberek, hangsúlyozom. Aki hallja ezt a felvételt, mindenki tapasztalt már rendes találkozást és rendetlen találkozást.
elrendelt találkozást és rendetlen találkozást. Én is tapasztaltam. Volt részem mindkettőben. Az egyik ilyen nyögvenyelős volt, különböző emberi szabályokkal, illemszabályokkal, meg mindennel, és a másik az meg olyan gördülékeny volt még akkor is, hogyha voltak benne ütközések, konfrontációk. Volt abban békesség, volt egy végső békesség, volt egy végső dicsőség benne. Mi történik az olyan találkozásokkor, amikor az Úristen elrendeli, hogy kettő vagy három, akár kicsivel több ember találkozzon egymással, a gyermekek találkoznak egymással. Akkor egy kirakós történik, egy ilyen közös puzzle történik, és mindenki hozza az ő puzzle darabkáját. Ezt, ha valaki azt gondolná, hogy ez túlságosan elvont, nem elvont. Én ugyanazt mondom, amit Isten lelke mondott Jézus által, amit mond Pál apostol által. Csak új nyelven szólok. Új nyelven szólok, tehát nem érthetetlen nyelven, hanem érthető nyelven szólok, de új nyelven szólok. A puzzle nyelvén szólok. Pál apostol ezt úgy fogalmazta, hogy amikor ti találkoztok, mindeniteknek legyen egy zsoltára, egy kijelentése, egy példabeszéde, egy magyarázata, profétálása, éneke, vagy bármi, és minden épülésetekre legyen. Tehát azt akarja mindenható Isten, hogy mindenki vigye a maga által a neki megadatott puzzle darabot. Egy hatalmas doboz puzzle-t kaptunk mi, Isten gyermekei, de Isten a puzzle darabkákat szétszórta közöttünk. És igen, én nem tudok énekelni. Kinga egész jól énekel. Nem olyan túl gyakran mostanában, de jól énekel. Jó hangja van. Nekem olyan hangom van, hogy néha megszólal is tudok beszélni. Örülnek ennek. Vannak kijelentéseim. Azt adom, ami nekem van, ami nekem adatott. És mindenki azt adja, ami neki adatott. És amikor találkozunk, akkor és mindenki hűségesen megosztja azt, amit ő kapott, akkor egyszer csak kezd összeállni a kép, és le vagyunk döbbenve, le vagyunk nyűgözve. Azt, amilyen szép, milyen dicsőséges. Na ez az elrendelt találkozás. Az el nem rendelt találkozás, a rendetlen találkozás, amelyet nem Isten lelke hoz létre, és nem ő irányít, hát az olyan, mint a neve, rendetlen. El nem rendelt, rendetlen. Nincsen benne lélek. Van benne okosság, vannak benne szabályok, van benne bibliai ige, van benne igézés, varázslás. Minden van benne, csak éppen Isten lelke hiányzik belőle. Sajnos ez jellemzi a legtöbb vallási összejövetelt. És ezt nem lenézéssel mondom, drága embertársak, hanem féltéssel mondom, hogy aki ezt hallja, tudja meg, hogy van elrendelt találkozás, és mindjárt el fogom mondani, hogy milyen egy elrendelt találkozás. Az előbb beszéltem a kedves barátaimmal, nekik elrendelt találkozásban volt részük, és el fogom mindjárt mondani, hogy az milyen volt. De annak előtte fontosnak tartom elmondani, hogy a legtöbb olyan keresztény találkozó, amit mi úgy gondolunk, hogy Isten nevében szerveznek, az valójában a sátán nevében van szervezve. A sátán az emberi elgondolás nevében. Hogy úgy gondolom, hogy találkozzunk. Ő is úgy gondolja, és akkor mindenki úgy gondolja, hogy találkozzunk, és akkor összejövünk, és mindenki a saját kút fejéből beszél, és Istennek a lelke nincsen ottan. Nincs ottan meg a Szentlélek békessége, hogy úgy mondjam. Hanem van egy ilyen struktúra, egy ilyen infra, lenti struktúra, ami szerint működik az Isten gyermekének a találkozása. Ügyeljetek, emberek, mert az Úristen megmutatta erőteljesen nekem, több alkalommal, hogy milyen az, amikor úgy találkozunk, hogy ő azt nem akarja. Katasztrofális, emberek, katasztrofális. Van egy csomó műmosoly, egy rakás fölösleges halleluja, próbáljuk magunkat meggyőzni, győzködni arról, hogy de jó, hogy találkoztunk. Nem, emberek, egyáltalán nem volt jó, hogy találkoztunk. Ez nem volt Istentől elrendelve. Mert amikor Isten elrendeli egy találkozást, akkor az olyan, ahogy Pál apostol által mondja, mindenkinek van egy éneke, egy zsoltára, egy kijelentése, egy példabeszéde, egy magyarázata, és az mindenki épülésére van. Mert együtt látjuk a teljes képet, a puzzle-nek a teljes képét is, amit Isten alkotott, és együtt
gyönyörködünk abban? És tényleg gyönyörűséges. Istennek a puzzle-je gyönyörűséges. Ez elmondható arról. A kedves barátom felhívott videóhívással ritkán beszélünk. Tehát fölöslegesen nem keressük egymást, nem zaklatjuk egymást, nem zavarjuk egymást. Hív videóval, most tudtam, hogy fel kell vegye. Fel is vettem, beszélgettünk. Ketten, hárman összegyűltünk atyánk nevében, az Úr Jézus nevében. Beszéltünk telefonon, videóhívással. És elmondták a bizonságaikat, a friss bizonságokat, és én is elmondottam azt, amit én kaptam. És a találkozás, a rövidke találkozás, találkozó hatalmas hálaérzettel ért véget. Ima volt a szívünkben, a lelkünkben, az ajkainkon. Imában beszélgettünk. Gyönyörűséges volt. Nem szoktam túl gyakran beszélni emberekkel, senkivel eléggé el vagyok zárva, mint tudjátok, de néha az Úristen engemet megajándékoz azzal, hogy van alkalmam beszélni néhány utitárssal, bizonságtevővel, akik ugyanabban a házban vannak itt a földön, amiben én is vagyok, az egy tökéletes házban. Csak hogy lássátok, hogy mi az, amit Isten elrendel, milyen, amit Isten elrendel. Az egyik bizonságtevő azt kapta néhány napja, hogy őt meg fogja látogatni egy másik bizonságtevő, vendégeje meg, adjon neki enni, inni, és ágyat, ahol aluhat, helyet, ahol tisztálkodhat. Ezt a látást kapta, vagy álmot kapta, már nem tudom pontosan, kettő közül valamelyik, nem ez a lényeg. Kinek adja a mindenható Isten? És most a másik bizonságtevő, a másik gyermek ráírt, és azt mondta, hogy hajnalban elindultam feléd. Ő pedig azt válaszolta, hogy szeretettel várlak. Ennyi. A találkozás el van rendelve. És meg is történik Isten dicsőségére. Előkerülnek a puzzle darabkák, bizonságokban beszélnek egymással, és én is csatlakozhatok ehhez a beszélgetéshez. A nekem megadatott puzzle-ekkel, és együtt vagyunk, és gyönyörködünk Isten dicsőségében. Föld értelemben hol van a mennyek országa, ha nem itt, nem az ilyen találkozásokban. Isten adja rá békességet, adja rá az örömét. Bemegyünk, ahogy mondja Jézus, bementünk az Atya örömébe. A Krisztus beszéde lakozott bennünk gazdagon, és benne voltunk az Atya örömébe. Örömködtünk abban, hogy mit tesz a mindenható Isten. Ő vele, és én velem. Elrendelt találkozás volt ez számomra is. Noha én nem tudtam erről, teljesen spontánul jött, de úgy éreztem, hogy békességem van erre a találkozásra. És nem is kaptam, érdekes módon nem is kaptam mást egészen mostanig, amivel foglalkozzak, amiről beszéljek, hanem ez a találkozás váratott magára egészen mostanig. És hát örvendeztünk abban, hogy az Úristen hogyan tanít, és próbáljuk meg most úgy elképzelni a puzzle-t, hogy mindannyiunkban van egy ilyen puzzle. Tehát egyenként mindannyiunkban van egy hatalmas puzzle, ez a mennyek ország, amit kirak a mindenható Isten. De ugyanakkor a mennyek országa mi bennünk is jelen van. És a mindenható Isten bennünk is egyenként kirakja a mennyek országát. És amikor két gyermek találkozik, akkor ott puzzle darabkákat cserélnek egymással. Bizonságot osztanak meg egymással. És ahogy Pál apostol mondta, hogy ő is kívánja látni a rómaiakat, meglátogatni őket, hogy ő is épüljön az ő hitük által, az ő bizonságaik által. De biztos erre is volt lehetőség, ő is kapott levelet a rómaiaktól, az ő barátaitól, amelyben ők leírták, hogy miken mennek keresztül, mik történnek, Isten hogyan munkálkodik ő közöttük, hogyan építi az ő országát az ő szívükben. És Pál apostol is örömködött ebben. Ugyanúgy mi is örömködünk valahányszor, találkozhatunk akár telefonon keresztül, vagy akár élőben is, ahogy Isten adja. És hát tudnék én most erről beszélni, erről a találkozásról, viszont a lényeget elmondtam, hogy azt éreztem, hogy az én hitem is meg lett erősítve. Ahogy bizonságot tettek az én kedves utitársaim, barátaim, elmondták, hogy Isten mit végez az életükben, azáltal megerősödtem abban, hogy a hit nem az, hogy én pontosan tudom, hogy mi fog történni holnap vagy holnap után,
hanem a hit az, hogy kapok én egy hívást, egy elhívást, és azt én cselekszem. A kedves bizonságtevő utitársam, aki hát valamelyest hálás a mindenható Istennek, hogy úgy mondjam, azért az a bizonságért, amit én megoszhattam az interneten mostanik, ő engemet megerősített, és a másik kedves utitársam is. De ő, a másik kedves utitársam pedig őt erősítette azzal, ami nála volt. Elvitte és megmutatta neki azt, ami nála van, hogy higgyen, és ne arra nézzen, ami látható, hanem arra nézzen, ami láthatatlan. Hát névtelenül elmondanám a történetet, amit megosztott, az egyik történetet. Amikor még a gyarló bacska ember volt, Istentől pénzt kért. Hitt Istenben, tudta, hogy van, de Istentől pénzt kért. És noha különösebben nem vágyott a gazdagságra soha, de most, mivel a pénz elfogyott, pénzt kért Istentől. Nem tudta, hogy mit kérje. Ezt tudta, és Isten teljesítette az ő kívánságát. És bárki mondhatná azt, hogy ez nem biblikus. Persze, hogy nem. Persze, hogy igen. Biblikus. Mert Jézus, amikor egészen pontosan a mindenható Isten, amikor Jézus személyében lejött a földre közénk, akkor ő olyan dolgokat teljesített, ami nem biblikus. Nem biblikus. Olyan értelemben, hogy noha Jézus Krisztus, ő a mennyek országáról beszélt, és ő oda ment vissza, 33 évesen körülbelül. Mégis a betegeket meggyógyította. Ellent mondott magának. Azt mondta, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Ne aggódjunk a testünk miatt, előbb-utóbb úgyis meg fog halni. És mégis meggyógyította az emberek testét. Amikor én beszélhettem, és beszélhettünk a kedves barátommal a Jézus szavairól, az örömhírről, a mennyek országáról, örömmel fogadták némelyek, és ahogy fogadták, befogadták a szívükbe azokat a szavakat, Isten fizikailag meggyógyította őket. Sok ilyen történt, kérés nélkül. Mivel, hogy ők akkor, mondjam azt, kezdők voltak, akkor indultak, akkor kaptak elhívást erre az útra. Az Úristen hogy szólt hozzuk legelőször? Testi módon. Mivel ők a lelket nem hallották, én sem hallottam a lelket. Először a mindenható Isten testi módon szólt hozzám. Jézus által testi módon szólt hozzánk. Nincsen semmi értelme a leprának, a leprásnak a meggyógyításának. Semmi. Hát amúgy is meg kell haljon a test. És a legjobb az, hogyha valaki szabadon, békében tud távozni, mint a Latora kereszten, a mennyek országába. Ennek ellenére Jézus mégis meggyógyította a 10 leprást. A pénznek nincsen semmi értelme. Semmi. Sőt, veszélyes is tud lenni a pénz. Mammon, maga a sátán. A sátánnak az egyik legveszélyesebb csalija a pénz, a mammon. És mégis Isten megadta a pénzt ennek az embernek, ennek a bizonságtevőnek, ennek a gyermeknek. Megadta a pénzt. És mivel sok pénzt kapott, nem tudta, mit kezdjen vele, és gondolta, hogy hát, ha arra is válaszol a mindenható Isten. És kapott egy szót, ezt most nem fogom én elmondani, hogy mibe fektessen bele, mibe fektesse bele a pénzt. És belefektette a pénzt abba a valamibe, amit Isten mondott neki. Persze az ő gyarló célja az volt, hogy minél nagyobb nyereséggel tudjon majd kereskedni, sáfárkodni. És befektette az összes pénzét, és mostanig sehol semmi. Teljes veszteség, teljes kudarc. Vagyis álló tőke számára ez a befektetés. Tehát nem hoz semmilyen nyereséget számára. Mégis teljes békessége van arra, hogy a befektetés jó volt. És nincsen kétsége afelől, vagy hogyha van is kétsége, felmerülne bármilyen kétség afelől, hogy ez nem volt jó befektetés. Isten azt eloszlatja ő benne. Nem jött el még az ideje az ő befektetésének. Ki az igazi befektető? Az, aki instant módon megszaporítja azt, amit kapott, vagy az, aki hit által befektet valamibe, és tudja, hogy az jövő héten nem fog neki hasznot hozni. De van sejtése arról, hogy körülbelül egy év múlva hasznot fog hozni számára az a befektetés. Egyértelmű, az igazi befektető, az igazi befektetéshez is hit kell. Az igazság az, hogy nagyon sok üzletembernek hatalmas hite van.
Tudja, hogy körülbelül a befektetése 2 éven belül meg fog térülni, és utána majd hasznot fog hozni számára. Az élőisten szavába vetett hit is egy ilyen befektetés. Mert mi azt akarjuk, hogy azonnali hasznot hozzon. Azonnal meggazdagodjunk, azonnal teljesen meggyógyuljunk, azonnal bekerüljünk a mennybe, de nem így történik. Tehát minden fizikai kép, minden földi kép valamilyen szinten a lebutított mása a fenti képeknek, a mennyei képeknek. Isten ezekkel a külső képekkel, a fizikai képekkel azt mutatja meg, azt tanítja számunkra, hogy milyen a mennyek országa. Emlékeztek, beszéltem arról, hogy mielőtt az ember ugyanan születik, ugyanan nem születik egészen pontosan, addig minden csak egy tárgy, egy haszontalan tárgy. Egy kocsi, meg egy ágy, meg egy fa, meg egy bármi. Azonban, amikor az Úristen az embernek a lelkét megeleveníti, minden külső kép megtelik élettel. A képek megtelnek élettel. És minden képen keresztül, minden külső képen keresztül beszél hozzánk a mindenható Isten. Annélkül, hogy azt mi különösebben akarnánk, hanem egyszerűen csak ilyen bevillanásszerűen, ahogy mondta Jézus, hogy mint a villámlás, amely napkeletnél támad, napkeleten támad, és ellátszik egészen napnyugtáig, olyan lészen az ember fiának az eljövetele is. Így jön el hozzánk, személyesen mindenkihez, hatalmas bevillanások, megértések, a külső képek beszélnek, és Isten kinyilvánítja a mennyország titkait mindenkinek. Térjünk vissza a befektetéshez. Tehát nincsen semmi értelme a vállalkozásnak, emberek, tudjuk jól. Tehát nagyon sok vállalkozó zombi. Ez van. Csúnyán hangzik, de nagyon sok vállalkozó a lelkét már elvesztette. Eladta az ördögnek. Nincs már lelke. Hiába beszél Jézus a feltámadásról, a lélek feltámadásáról, már nincs, ami feltámadjon. Annyira beleölte már az ő lelkét a pénzbe, az anyagiakba, hogy nincs, ami feltámadjon. Feltámadhatna, mert Isten megadja azt a lehetőséget, de amikor már teljesen el van torzulva, amikor már nincsen benne semmilyen igazi eszencia, lényeg, isteni lényeg, Isten szava, mi támadjon fel? Nincs, ami feltámadjon. Azért mondtam azt, hogy nem igaz, hogy Isten sajnál mindenkit. Miért sajnáljon? Hogyha valami már teljesen trágyává vált, nincsen benne semmi érték, semmi élő, az ember azt nem sajnálja. Ami eltorzult, ami mocsok, ami elrothat, azt nem sajnál senki. Sajnos ez van nagyon sok lélekkel. El van torzulva, el van rothadva. Miközben kívül jól néz ki, meszelt sírok vagyunk. Sminkelt, meszelt sírok vagyunk. Ezt mondja Jézus. Kívülről jól nézünk ki. A bensőnk az már el van rothadva, el van teljesen torzulva. Szóval a befektetésnek, az üzletember befektetésnek nincsen semmi értelme önmagában, semmi. Sőt, mint tudjuk, megrontja az embert a pénz szeretete. Óriási veszély. A legtöbb embernek a lelke a pénz miatt kározik el. A pénz szeretete miatt. És mégis az Úristen még ezeket a képeket is használja, hogy megtanítsa nekünk, hogy mi az, hogy hit. A hit az, amikor az ember úgy fektet be, hogy nincsen instant jövedelem. A jövedelmet, a virágzó vállalkozást az ember nem fizikailag látja, hanem az ő lelki szemeivel látja. Nagyjából tudja, hogy az a vállalkozás 5 év múlva fel fog virágozni, és jövedelmet fog hozni. És a kedves barátom erről tett bizonyságot, ezt mondta el, hogy mit kapott ő Istentől, milyen befektetést tett. Tehát pénzt kapott, mert pénzt kért, de nem lett gazdagabb, mert nincsen pénze, mert minden pénzét befektette abba, amit neki Isten mondott. Ami érték, olyan érték, ami majd, hogy nem megfoghatatlan, mert nem hoz jövedelmet, most még. Eszembe jut a Jeremiás története, én nem olvastam az ő könyvét, csak részeiben olvastam, láttam a filmet, és a filmben volt egy olyan rész, amikor a háborúk elős közepén Jeremiás földet vásárol, és azt hitték, hogy megbolondult. A próféta megbolondult. Az emberek hullanak a háborúba, rabságba, fogságba vitték a népet Babilonba, ő meg földet vásárol. Írják az adásvitali szerződést egymással. Pedig Jeremiás hitáltal cselekedett. Ő már látta az új földet, a Babilon utáni földet. Látta ő az új kezdetet, és ő azt már el is kezdte.
eljött az ítélet a babiloni sereg személyében, és elvitte rabszolgának a bűnösököt, akik a hazugsághoz ragaszkodtak, a bűnhöz ragaszkodtak. Elvitték őket rabszolgának. De a többiek számára az élet ment tovább. És fontos arról is beszélni, hogy Isten gyermekei számára, akár itt a Földön is, bármi is legyen, bármi is következzen mostantól, Isten gyermekei számára az élet megy tovább, itt a Földön. És vannak akik, Isten gyermekei, akik hittel lépnek, és ilyen befektetést tesznek, eszközölnek. Megvesznek valami olyant, ami most éppenséggel nem olyan nagy érték. De hit által látják azt, hogy később az hatalmas érték lesz. Később az hatalmas érték lesz. És most befektetnek olyan dologba, ami látszólag értelmetlen. A földi, földhöz ragadt testi emberek számára az én befektetésem és a mi befektetésünk értelmetlen. Több éve beszélek a mennyek országáról. Alig-alig jártam ki a házból, ahhoz képest, hogy régebb mennyit mentem. Jártam, keltem a világban. Jóformán ki sem mozdultam a házból. És én folyamatosan a befektetésemmel foglalkozok. Kaptam is egy befektetés Istentől, hogy mivel foglalkozzak. És teljesen őrültség. Hát mindenki jól van. Itt van a földi mennyország, most már van pénze, itt is, Romániában is. Uniós fizetések vannak, néhol még több, mint Magyarországon. És akkor vagyok én, és vannak mások is, akik egyszerűen nem akarnak élni, nem akarják élvezni az életet. Ők valamiféle befektetéssel foglalkoznak, amiről azt mondják, hogy noha senki nem látja fizikailag, mégis létezik, és az a legnagyobb befektetés a mennyek országa. Azt építjük mostan. Noé, amikor elkezdte építeni a bárkát, semmi sem volt nyilvánvaló. Nem volt semmiféle víz, semmiféle özön, nemhogy özönvíz, semmiféle víz nem volt jóformán, csak valami pára. Az emberek pedig röhögtek rajta, hogy ő miért fektetett bele abba a bárkába. Meg a bárkának milyen nagy költségei voltak az ő, a bárka építésének, hogy milyen nagy költséggel járt a bárka építése. De ő kitartóan építette a bárkát. Mindenki röhögött rajta, mindenki gunyolta őt. És közben, miközben ő építette a bárkát, ő folyamatosan figyelmeztette az embereket arra, hogy özönvíz következik. És akinek nincsen bárkája, el fog veszni. De jóformán senki nem figyelt az ő szavára. Jött az özönvíz, és az emberek elvesztek. Ő pedig megmenekült. Értelmet nyert az ő befektetése, de nem az emberek szemében, mert ők meghaltak, ők elvesztek. Számára értelmet nyert. Az én befektetésem, amit én Isten kegyelméből végezhetek, az én szememben kell értelmet nyerjen. Elsősorban mindenki a saját lelkért felelős. Az ítélet napján, amikor meghalsz, általában nem kórusban szoktak az emberek meghalni. Van olyan is, amikor egy katasztrófa következtében többen meghalnak egyszerre. De ez nem rendhagyó. Általában mindenki egyedül, hiába szerette a feleségét, a férjét, sülve, főve együtt voltak, meghalni egyedül kell. És ott nincsen senki más. Csak te vagy a te lelked és a mindenható Isten. Csak a te lelkedét vagy felelős. A legtöbb, amit tehetsz embertársaidért az, hogy a te lelked tiszta, hogy a lélek által élsz, hogy gondoskodtál a lelked épségéről, úgy, ahogy Jézus megmutatta. Ez a legtöbb, amit tehet az ember. Az ő embertársaiért, az ő férjéért, az ő feleségét, az ő gyermekeit, családjáit és mindenkiért. Hogy az ő lelke tiszta, mert azt cselekedte, amit Isten mondott neki. Igen, de ez nem egy népszerű befektetés manapság. Semmiképp nem népszerű. Sőt, nevetséges. Az én befektetésem, a mi befektetésünk legalább annyira nevetséges, mint a Noé befektetése. Igen, de Noé túlélte a vízözönt. Akik nevettek, azok nem élték túl. Amíg az emberek nevettek, Noé sírt. Síratta az embereket, hogy hallják az élő Isten szavát, és mégis megkeményítik a szívüket. Őket inkább a jólét érdekli, a testi földi örömök érdeklik, és jön az özönvíz. Sírt értük, mint Ábrahám is sírt, Szodomáért és Gomoráért. Lót is sajnálta. Ők sírtak. Végül pedig ünnepeltek, és még most is ünnepelnek. Ábrahám most is ünnepel. Akik akkor röhögtek, és gunyolták őket, azok most sírnak és jajgatnak.
Mert a pokolban ott nincs öröm. Isten nélkül nincs öröm, emberek. A létezés a test halálával nem szűnik meg. Nem tud megszűnni. Létezés van, de öröm nélkül. Örömre lettünk teremtve, de mi az örömöt eldobtuk magunktól, azáltal, hogy eldobtuk az élő Isten szavát, az ő törvényét. Az jött így, amíg beszéltünk, hogy az ő befektetése emberileg gondolkodva arról még olyan is lehet, hogy soha-soha nem fog megtérülni. Sőt, kész csőd lesz számára. Lehet, hogy a befektetése miatt mindent el fog veszíteni. Mindent. Nem, hogy nyeresége nem lesz, hanem lehet, hogy koldus botra jut. Az is lehet. És akkor lesz igazán gazdag. Ehhez mit szóltok? Vajon Isten megengedheti az ő gyermekének a befektetést csak azért, hogy egy rossz befektetés által mindent elveszítsen, azért, hogy megnyerje a legfontosabbat, az Úr Jézus Krisztust. Pál apostol azt mondta, hogy mindent, amit én értéknek hittem, kárnak és szemétnek ítélek, mindent. Minden az én hírnevem, az én reputációm, az okleveleim, a római állampolgárság, mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretének a gazdagságáért. És ez a mennyek országa, amikor az ember minden kincset elveszít, önként. De mivel én gyarló ember vagyok, azért szeretem a pénzt is, szeretem a kényelmet is, szeretem a finom ételeket is, szeretek mindent, ami testi, mert itt az Úristen engemet megsegít, tépizit, megkegyelmez rajtam és megsegít. Még azt is megteheti, megengedheti, hogy én egy olyan befektetést hozzak létre, ami engemet csődbe visz, és elvesz tőlem mindent, minden földi kincset, ami egy hatalmas trauma az elején, és egyszer csak meglátom, hogy igazából ez a legnagyobb ajándék, amit valaha kaptam, hogy mindent elvesztettem, és most vagyok igazán gazdag. Ha valaki nem hiszi, hogy ez így van, ahogy én mondom, annak elmondom az én példámat, mert már többször elmondtam, hogy Nepálba hogy jártam. Mivel, hogy magam után húztam a bőröndöt, 4 kereke volt, és oda kötöttem a laptop táska mögé, és húztam, és úgy mentem az útszélén. És abban volt egy csomó olyan minden, amit jóformán soha nem használtam. És persze gyűlt. Hogyha lett volna nekem egy teljes házam, egy kacsalábon forgó házam, és azzal mentem volna, azzal közlekedtem volna, az is megtelt volna, az a ház is megtelt volna. Mivel csak egy bőröndön volt, hát az megtelt. Volt benne olyan bakancs, amit soha nem használtam, volt benne olyan matrac, amit soha nem használtam, meg hálózsák, amit soha nem használtam, meg váltorú, amit soha nem használtam jóformán. Meg kaptam különböző tárgyakat, kegytárgyakat, meg megajándékoztak engemet a Bhagavad Gita-val, ugye a hinduk a szent könyvével, meg a Korán is benne volt, meg minden. És hát korán keltem minden nap, és mentem, húztam magam mögött azt a hatalmas terhet, és éreztem, hogy ez teher számomra. Én abból jóformán semmit nem használok, de mégis hát az érték, hát az pénzzel megvásároltuk valamikor, az érték, amit én magam mögött húzok, nem tudtam elengedni. Volt olyan, hogy az Úristen arra indított, hogy bizonyos dolgot osszak szét abból a bőrönből, és néhány dolgot odaadtam másnak, de a bőröntől nem tudtam megszabadulni. És Nepálban jártam úgy, hogy egy teherautóval utaztam fenn a Himalájában, és rengeteg több száz teherautó egymás mögött haladtak nagyon lassan. Egyszer a sor megállt valami baleset következtében, és nem haladtunk egyáltalán, és addig, amíg a sor állt, addig én kiszálltam a teherautóból, és ismerkedtem az emberekkel, beszélgettem, közben nap lement, és az a hatalmas sor elindult, és minden teherautó egyforma volt. Az összes. Nem tudtam, melyből szálltam ki. És a bőröndöm elúszott. És testileg elfogott egy ilyen pánik, hogy akkor most hogyan tovább? Mi lesz velem? Hát benne volt mindenem. Hát mindenem, csomó minden, amit nem használtam. Mi lesz velem? És gondolkodtam azon, hogy azért visszaszerezni jó volna, értesíteni rendőrséget, de ott a rendőrség sem volt. De ugyanakkor éreztem már lélek által azt, hogy olyan könnyű lettem, hogy nekem csak az a kis laptop táska van, egy szál ingben, egy szál gatyában vagyok, kalap a fejemen, egy kis laptop, meg a fényképezőgépem. Ennyi maradt. És olyan szabadnak éreztem magamat, hogy már kezdtem kívánni azt, hogy ne találjam meg a bőröndömet. Már reménykedtem abban, hogy hát, ha nem fogom megtalálni a bőröndömet. És
Elindultam, este volt, a semmi közepén, fenottan az erdőben, hegyekben, az útszélén. Láttam egy kis fogadót, és benéztem, hogy ott mi történik ebben a fogadóban. Szóbáltam az emberekkel, megkérdezték, hogy mit csinálok, elmondtam, hogy mit csinálok. Abban a helyben megvendégeltek, meghívtak ételre, italra, sőt, azt mondták a fiúk, hogy épp itt a folyópartján vannak ők, mert raftinggal foglalkoznak, vadvízi evezéssel foglalkoznak, turistákat visznek vadvízi evezésre. Csatlakozzak hozzuk. Mondom, oké. Mondták, hogy van egy szabad sátor, abban lakhatok. Közben én már hónapok óta arra vágytam, hogy sátorban lakjak, nem volt nekem sátram. És teljesült az álom. Örömmel fogadtak, meg volt mindenem. Sőt, vittek engemet vadvízi evezésre. Ennem adtak meg minden. Amiért mások fizettek sokat, én ingyen megkaptam. Közöttük voltam, közöttük éltem. Főztem nekik, hoztak ilyen bivajhús, meg minden. Hogy azzal csinálják valamit, mondom, oké, főzök belőle hungarian gulyást. Szóval az igazi élet, még testi értelemben is, hangsúlyozom, testi, földi értelemben is, számomra akkor kezdődött, amikor megszabadultam a fölösleges tehertől. Tehát még földi értelemben is a kalandok, hangsúlyozom, ez csak földi értelemben, kalandokban, olyan kalandokban volt részem tiszta ingyen, hogy más azt pénzért sem tudná megvásárolni. A dzsungeljárás meg, vadvízi évezés meg, minden. Minden. Tiszta ingyen minden. És kaptam mindent, kérés nélkül. Kérés nélkül. De először az Úristen elvette a bőröndömet. A fölösleges terhet. Tehát földi értelemben is a legnagyobb gazdagságot akkor éltem meg, amikor a leginkább nem volt semmim. És ezt az Úristen ezt így eszközölte meg velem, hogy a bőröndöm elment. Pénzem nem volt. És egyszerűen csak léteztem. Bőségesen volt étel, amit megegyek, volt, amit felvegyek. Megkaptam mindent kérés nélkül, hangsúlyozom, mindent, amire szükségem volt. Ilyen az élő Isten. Beteljesedett már akkor, pedig akkor nem ismertem a Bibliát. Már akkor beteljesedett az, amit Jézus mond, hogy nézzük a szék madarait, nem vetnek, se nem aratnak. Vagy a mező liliomait, ők sem vetnek, nem aratnak. És mégis atyánk, a mennyei atyánk, őket szebben öltözteti, mint Salamont, annak idején, amikor ő a nagy dicsőségében villogott. Megkaptam mindent. Ehhez az Úristen mindentől engemet meg kellett fosszon. És persze, noha fizikai értelemben engemet megfosztott mindentől, lelki értelemben a megfosztás az csak később történt, akkor, amikor már hazajöttem, és amikor megérintett engemet, és a kezembe adta az ő szavát, olvassam az új szövetséget, az evangéliumot. Amikor szembesültem a bűneimmel, az igazi szabadulás akkor történt, amikor megláthattam, hogy nekem milyen fölösleges bőröngyeim vannak, az én belső bőröndömben mi van. És amikor kezdte megmutogatni a bűneimet, és azokat megutáltam, és elvette, na akkor jött a valódi szabadság, lelki értelemben. De először fizikailag mutatta meg Isten az ő országát. És ugyanígy most is, fizikailag, testben megmutatja az ő országát. Először Jézus fizikailag, emberi szavakkal szólt hozzánk, testi emberekhez, testi módon. Ahhoz, hogy lelki módon szólhasson, Szentlélek által, ahhoz szükséges volt, hogy testi módon szóljon először, testi képekkel. Az Úristen a kedves barátomhoz testi képek által szólt, és így kapja a tanítást. Hogy az ő befektetéséből mi lesz, azt ő sem tudja. Én sem tudom, Isten tudja. Van reménysége, sőt már talán nem is vágyik arra, hogy ő meggazdagodjon, hanem inkább arra vágyik, hogy Isten megdicsőjön az ő befektetésében. Hogy az Úristen használta az ő gyarlóságát, hogy ő pénzt kért tőle, ahhoz, hogy magát megdicsőítse, igen, használta. Hisz azt mondja ő, hogy ő mindent a javunkra fordít. Az őt szeretőknek mindent a javukra fordít. A rossz kérést, amit gyarlóságunkból kifolyólag kértünk Istentől annak idején, a javunkra fordítja. Én például kívántam érteni a technikához, a számítás technikához, meg a hang technikához, meg mindenhez. És most hiába, hogy kárnak és szemétnek ítélem, mert most nem kezdeném el újból, hogy ezt megtanuljam, amit megtanultam. Mert kár és szemét, teher,
a lélek számára. De mégis, amit én megtanultam hamis ambíciómból, amit kértem és megkaptam hamis ambícióból, Isten a javamra és a javunkra fordította. Ilyen az, amikor az ember egyszerűen képtelen veszíteni, mert Isten nem veszít. Ahogy mondta ez a holland bizonságtevő, ez a nő, hogy aki mindenét Isten kezébe helyezte, semmit sem tud elveszíteni. Egyszerű, nem? Mindenem, amim van, Isten kezébe helyeztem, ezért nem tudok semmit sem elveszíteni, mert Isten nem veszít. Ő nem veszít. Teljesen biztos, hogy nem fog veszíteni. Ő a kereszten már a harcot megnyerte, megvívta és megnyerte. Legyőzte halált. Értünk. Ő nem veszít. A kérdés az, hogy mi az ő kezébe helyeztük ez a teljes életünket. Vagy milyen dolgaink vannak, milyen rejtett dolgaink vannak, amit nem helyeztünk az ő kezébe. Mert ha vannak nekünk ilyen rejtett dolgaink, amit nem helyeztünk az ő kezébe, akár bűneink, azokon keresztül minket a evilág ura, az ördög fogva tart. Beszélhetünk a szabadságról, de szabadok nem leszünk. Addig, amíg nekünk van veszíteni valónk, amíg vannak féltve őrzött kincseink, féltve őrzött bűneink, meg nem vallott bűneink, amiket Isten és ember előtt nem vallottunk meg, addig nem vagyunk szabadok. Azok költöznek minket. Térjünk vissza az elrendelt találkozás fogalmához. Hogyha egy találkozás nincsen elrendelve, nincsen rendben, rendetlen találkozás, abban nincs Isten lelke. Az ilyen találkozások arra jók, hogy az embereket megöljék, úgy testileg, mint lelkileg. Az elrendelt találkozásokban pedig az Úristen látja, hogy kinek mi a hiányossága, kinek mi az erőtlensége, kinek mi a hitetlensége, és a hiányzó puzzle részeket odaadja, egymás által adja a hiányzó puzzleket. Amint nekem is egy néhány napja a kedves barátom által adta a hiányzó puzzlet, volt egy hitetlenségem nekem is, volt, amit nem láttam tisztán, és lázadoztam a szívemben, de úgy volt kedvesem innen Istennek, hogy a barátom által megadta a hiányzó részt, a hiányzó puzzlet, és megerősítette az én hitemet. Ilyenek az elrendelt találkozások. De ne feledjük el, hogy ilyen az elrendelt karantén is. Az elrendelt bőjt is ilyen. Amikor Istentől el van rendelve az egyedül lét. De akkor most legyél csak velem, itt a pusztában. Az is épp olyan gyümölcsöző, mint az elrendelt találkozás. És azt mondanám el végezetül, hogy akinek kedves az élete, és kedves Istennek a szava, az óvakodjon a rendetlen találkozástól. A rendetlen találkozásoktól, amelyek emberek által vannak megszervezve, Isten lelke nélkül. Úgy gondolom szerint vannak megszervezve, és úgy érzem szerint vannak megszervezve. Mert az ilyen találkozások általában úgy szokott történni, hogy egy ember számára jövedelmező, a többiek számára pedig lehúzó. Ez szokott történni sajnos nagyon sok helyen, kereszténységben is, nem csak ott, a kereszténységben is, hogy többen tejelnek, adakoznak, és egy elviszi a babérokat, és örül annak, amit kapott. Gazdagon távozik. Az elrendelt találkozás, azt hangsúlyozom, az olyan, mint ahogy mondta Pál apostol, mindenkinek van kijelentése, mindenkinek van egy puzzle darabkája, mindenkinek van bizonsága, és Istennek a lelke körbejár, mindenkit megmozdít, mindenkiben felkavarja az állóvizet, hogy folyjon a víz, folyjon az élő víz, és mossa át a lelket. Ilyen az élő találkozás, az Istentől elrendelt találkozás. Törekedjünk arra, hogy Atyánk mutassa meg, hogy mely találkozás van tőle elrendelve, és olyan találkozásokban legyen részünk, akár mint bizonságtevők, vagy bizonságtételek, ugye, amikor elmondjuk világiaknak azt, amit Isten tesz velünk, mert ott is Isten ugye megáldja azt a találkozást, el van rendelve. Vagy pedig, amikor mi találkozunk egymás között, ahol az Úristen a hiányzó puzzle darabkákat megadja mindenkinek ajándékba, egy másik gyermek által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.